Sziasztok! Nagyon hálás feladat itt szünetbe beszélni. Múltkor kellett beszélnem fél órát, a timert rosszul állítottam be, és 30 órát sikerült beállítani. Úgyhogy mikor ránéztem, és láttam, hogy még van 29 óra valamennyi, akkor teljes időzavarba kerültem, úgyhogy onnantól kezdve így már fogalma nem volt, hogy mi történik. Stack Overflow-ról fogok beszélni. Kicsit akkor én is megmozgatom a közönséget. Nyilván ki ismeri a Stack Overflow-t, kezeket fel. Jó. Kinek van regisztrált usere? Kicsit kevesebb. Ki az, aki már kérdezett? És ki az, aki már válaszolt is? És ki az, aki a Neo4j-t ismeri? Na, hát akkor egész jól állunk. Akkor így legalább ez jó input nekem, hogy így mit kell kihangsúlyozni és miről kell beszélnem. Köszönöm a bemutatást, elmondták a lényeget, Nextent-nél dolgozom, fölírtam az elérhetőségeimet, Twitteren a @szenyó, de fölírtam az e-mail címemet is, hogyha a kollégák, akik a Twitterrel küzdöttek az előbb, ők is tudjanak kérdezni. Úgyhogy vágjunk is bele. Ugye a Stack Overflow az egy ilyen kérdés-válaszokra épülő közösség, ami tudni kell róla, hogy minden évben van egy ilyen felmérés. Egyébként nem lesz technikai annyira az előadás, szóval szerintem simán érthető lesz mindenki számára. Szóval van egy felmérés, amit így a évekre visszamenőleg minden évben tavasszal megrendeznek. Most a 2016-os, az márciusban jött ki, és 50 ezer fejlesztő vagy fejlesztőnek gondolt felhasználó töltötte ki, és lehet regionális szűrést is rárakni erre a felmérésre, és ebből 233 volt a magyar. Ez szerintem elenyésző szám, hiszen szerintem majdnem itt is vagyunk, ha nem többen, mint 233-an. Majd megnézzük, hogy ennek vajon mi lehet az oka, meg hogy ez mit is jelent. A felmérésnek van egy ilyen átfogó nézete, meg lehet nézni ezeket a számokat, amiket jól megmutat, hogy milyen fejlesztői profilok vannak, milyen egy tipikus fejlesztő manapság, melyek azok a fejlesztői profilok, amikből a legtöbb van jelenleg. Kapunk ilyen technológiai áttekintést is, tudunk ebből trendeket nézni, milyen technológiák jönnek föl, milyenek mennek lefele, milyen munkakörülmények vannak, és hát, hogy mennyire változik maga ez a fejlesztői közösség. Ezeket is mind meg tudjátok nézni ezen az URL-en, a Stack Overflow oldalán. De valószínűleg már láttátok ezt, hiszen ez már egy jó 3 hónapos. Ami még érdekes, hogy csináltak a felmérés mellé egy ilyen mérést is, hogy egy hónapig mérték, hogy mekkora látogatottsága van az oldalnak. Ez idén januárban volt, 46 millió látogatót regisztráltak, és ebből a 46 millióból 800 ezer volt az, aki Magyarországról látogatta meg az oldalt. És azt becsülték ebből, hogy 16 millió fejlesztő nézte meg az oldalt ebben a hónapban. Nyilván azok fönti számok azok nem egyedi látogatót jelentettek, és hogy 67 ezer a magyar, az már szerintem egy ilyen jelentősebb fejlesztői közösség itt Magyarországon. Amit még ide föl akartam rakni, az, hogy a technológiai eloszlás, hogy melyek voltak a legnépszerűbb technológiák. Ez látszik, hogy a JavaScript az vezetett itt a 2016-os felmérésben. Ez egy változás, hiszen az előző években nem ő volt a top helyen, és az is érdekes számomra, hogy az SQL a második helyen van, ugye, mint népszerűség, de talán azért is, mert manapság ez az adatvezérelt virág és a data scientist irányok azok újra megerősítették az SQL-t, amit igazából a 70-es években találtak ki. Szóval érdemes megnézni, hogy akkor JavaScript,
SQL Java, ez volt az idei felmérésnek a népszerűségi listája. Hogy kapcsolódik ez az egész dolog a Neo4j-hez? A Neo4j tényleg csak így pár szóban, ez egy Java-ban íródott NoSQL adatbázis. NoSQL adatbázisokon belül van Document Store, például a MongoDB, mint legnépszerűbb dolog, vannak ilyen oszlop alapú adatbázisok, Property Store-ok, és vannak a Graph adatbázisok, és a Graph adatbázisokon belül a Neo4j az egyik ilyen termék. A Neo4j-vel 3 éve kezdtem el foglalkozni, ez elhangzott, akkor volt egy olyan komplex probléma, amire azt gondoltuk, hogy a legoptimálisabb megoldás egy gráf alapú adatbázis használata. Ugye a gráf alapú adatbázisoknak az ilyen hálózatos jellegű komplex problémáknál van jelentősége, ott jönnek ki az előnyei, ahol szorosan, sokszor összekapcsolódó adataink vannak. Nekünk is egy ilyen üzleti problémánk volt. Amúgy a Neo4j-nek a tipikus felhasználási területei a ajánlórendszerek, ahol real-time-ba kell gráfot bejárni és megtalálni a megfelelő ajánlásokat, csalásfelderítés, ahol nagyon fontos, hogy ilyen rejtett összefüggéseket lássunk, a social hálózatok, IAM rendszereknél is használják, és ilyen network üzemeltetésnél is hasznos, ha van egy ilyen gráfunk. Ugye az volt a célom, hogy a felmérésből még nem kaptam olyan insightokat, amiket szerettem volna, olyan összefüggéseket. Ha most gráf alapon elemezzük az ilyen összekapcsolatokat, akkor egy csomó ilyen rejtett összefüggést tudunk megtalálni. Nyilván ezért is használják például a csalásfelderítésben a gráfokat. A Neo4j blogján megjelent egy írás tavaly, hogy volt egy ilyen Stack Overflow, Ready to Help hashtag kampány a Twitteren, aminek az volt a célja, hogy népszerűsítsék a Stack Overflow-t, és hogy összejöjjön a 10 millió feltett kérdés, és ezt sikerült is nekik elérni, és nagy média vízhangja volt, és a Neo4j-sek azt gondolták, hogy ez mint ilyen kvázi egy hálózat, ez felhasználható arra, hogy betöltsék a gráf adatbázisba. Ők ezzel a blogposzttal igazából a Neo4j-nek az import toolját akarták demonstrálni, hogy ez az import tool milyen gyorsan tudja bedarálni ezeket a CSV fájlokat, és néhány ilyen lekérdezést mutattak, de nem arra volt kihegyezve ez a dolog. Szóval Stack Overflow adatok, honnan szerezzük be a Stack Overflow adatait? A archive.org, azt biztosan ismeritek, én mondjuk arra szoktam használni, hogy mikor meg akarom nézni a 15 évvel ezelőtti honlap dizájnokat, és jókat röhögni, hogy az egyetemen milyen HTML kódokat csináltam, arra pont jó, de van egy olyan része, ahol komplett datasetteket tudtok letölteni. A 2008-ban indult el a Stack Overflow, 2009-ben csináltak egy új terméket, ez Stack Exchange néven futott. Az volt a lényege, hogy ilyen white label termékként a Stack Overflow motorját fel tudják használni egyedi szájtoknak az indítására, és el tudják adni esetleg cégeknek is, hogy ilyen privát Stack Overflow fórumokat hozzanak létre. Akkor a Stack Exchange elindult 30-valahány szájttal, aztán ez szépen fejlődött tovább, API-n keresztül el lehet érni, nyilván lehet adatelemzésre használni, és a Stack Exchange-nek a szájtjainak az adatait, azt így összecsomagolják szájtonként, és ide fölrakják, és talán 3 havonta frissítik is, és ide fölkerülnek a Stack Overflow adatai is, anonimizáltan, a mondás szerint, de ez nem teljesen igaz. Hát ott a kék az nem nagyon látszik, annyit kell tudni, hogy le lehet kérni a posztokat, a posztoknak a historiát, kommenteket, usereket, ilyesmit, amit
onnan leszettem én, az a posztok, a userek és a taggek, hogy milyen címkékkel vannak ellátva az adott posztok a Stack Overflow-n. A 8 gigás az a becsomagolt állomány, amiben a posztok vannak, nyilván az a legnagyobb, illetve a post history az még nagyobb. Azzal most nem törődtem. A posztokat szedtem le, ez egy 8 gigás tömörített állomány, ami a Neo4j-sek blogposztja alapján nekik 3 perc volt kicsomagolni. Nekem ez a saját gépemen ez egy több órába tellett, valószínűleg kicsit erősebb SSD volt az ő számítógépükbe. És akkor ez volt az a rész, ahol nekem is a legtöbbet kellett várni. És hát igazából lett 3 tömörített fájlom, amit kitömörítettem, és akkor 8 gigából lett egy 44 gigás XML fájlom, mert hogy ezek a site adatok, ezek XML-ben vannak fenn a Archive Orgon. Hát ugye egy 44 gigás XML fájl az igazából emberi fogyasztásra nem alkalmas, hogy úgy mondjam, úgyhogy ebből még kellett némi transformációt csinálni, hogy ebből CSV fájl csináljak, ami már alkalmas arra, hogy a gráf adatbázisba betöltsem. A tag az nem volt annyira jelentős, még esetleg a user XML az is említésre méltó, de hát az csak azt hiszem, hogy másfél giga volt. Szóval, hogyan konvertáljuk át? Szerencsére fönn van a GitHubon a kódja annak a konverternek, ami Pythonba íródott, és megcsinálja azokat a fájlokat, amik már alkalmasak arra, hogy a gráf adatbázisba betöltsük az adathalmazt, megcsinálják magát a entitásokat, illetve a relációkat jelképező CSV-ket. Ez viszonylag gyorsan, ilyen 1-2 óra alatt lefutott. Ahhoz, hogy ezt betöltsük a gráf adatbázisunkba, szükségünk van egy gráf adatmodellre. A gráf adatbázisoknak az egyik nagy előnye, hogy az adatmodell az úgy néz ki, hogy ilyen úgy mondják, hogy whiteboard friendly, tehát gyakorlatilag amit felrajzolunk a táblára, amikor tervezzük, az egy az egybe az adatbázisba betölthető. Tehát ez egy kvázi ilyen sémaként használható, és ez pont olyan, amit oda tudunk adni akár egy üzleti felhasználónak is, és ő meg fogja érteni. Ellentétben mondjuk egy ilyen entitás relationship diagrammal, ahol normalizálva vannak a dolgok. Tehát ez azért jó, vannak ezek a karikáink, ugye ezek a nódjaink, és vannak különböző relációnk. Itt azt kell tudni, hogy a userek posztolnak posztokat, posztok között van olyan reláció, hogy egyik a szülője a másiknak, aki a szülő poszt, az a kérdés, és a többi poszt pedig általában a válaszok rá. A komment adatbázist ezt nem töltöttem le, most inkább a kérdés válaszokra voltam kíváncsi, és vannak a tegek, azok pedig a kérdéseket meg lehet jelölni tegekkel. Tehát innentől kezdve, hogy volt egy ilyen adatmodell, akkor megvoltak a CSV fájlaim, ezeket be lehetett tölteni. Most ez nem tudom, hogy mennyire látszik, itt a számosságot próbáltam demonstrálni. Igazából 5.200.000 usernek az adatai voltak meg, és 29 millió poszt volt az adatbázisba, és 44.000 különböző ilyen technológiai tag szerepelt a Stack Overflow-ba, és hát ezek között a kapcsolatok, azok már komolyabbak, tehát így volt a posztok és a tegek között 33 millió ilyen reláció volt, a poszt-poszt közötti kapcsolatok, azok nyilván a megválaszolt kérdések, azok 18 millió volt. Tehát pont mikor mondták, hogy megvolt a 10 millió feltett kérdés tavaly, arra 16 millió válasz érkezett, tehát így nagyjából ez így pariba van itt is nálunk. Miután megvoltak a CSV fájlom, én is ezt az import tool-t fel tudtam használni, és betöltöttem a Neo4j adatbázisba, ez gyakorlatilag percek alatt megvan, és innentől kezdve a Neo4j-nek van egy konzolja, ahol
cipher lekérdező nyelvet lehet használni. Ez a cipher kicsit olyan, mint egy ilyen ASCII artos téma, mert hogy ilyen zárójelekkel lehet a nódokat jelölni, kapcsol zárójelekkel a relációkat, nem tudom mennyi látszik belőle, és gyakorlatilag így lehet lekérdezéseket írni, kicsit SQL-szerű, lehet WHERE feltételeket írni, visszatérési értékeket, és ezekkel lehet lekérdezni a gráf adatbázist. Az első lekérésem mindjárt az volt, hogy akkor nézzük meg, hogy így a posztokhoz kapcsolt címkéknek milyen az eloszlása, és hát itt egyből följött, hogy a legnépszerűbb a teljes Stack Overflow kérdés-válasz halmazban ez a JavaScript, és utána jön a Java, és utána a többiek. Ugye itt ez kicsit összefügg azzal, hogy a kérdőívben az volt, hogy a JavaScript a legnépszerűbb, bár ha belegondolunk, akkor nem biztos, hogy az a legnépszerűbb, amivel kapcsolatban legtöbbet kérdeznek, mert az is lehet, hogy igazából az a legproblémásabb. Tehát így lehet egy ilyen fogalmat is, de ebből azért így a népszerűsége azért így valamennyire korrelál az eredménybe. Ez tök jó globál eloszlás. Gondoltam, hogy megnézem a userekről, hogy milyen információ van. Az előbb az adatmodellen talán látszott, hogy a userekhez van egy location, van egy display name, ami gyakorlatilag már el is veti azt, hogy mennyire anonimizált ez az adatbázis, mert ezt egy az egybe visszakapjuk, és néhány about me, meg ilyesmi. Tehát aki beírja oda a szöveget, hogy mivel foglalkozik, az ugyanúgy visszajön ezen az adatbázison keresztül, tehát így innentől kezdve nem is nagyon beszélhetünk anonimizált dolgokról. Nyomok egy gombot, akkor be is jön az eloszlás. Egyből látszott, hogy az 5 millió userből 4,5 millió nem töltötte ki a location-t. Tehát egy jelentős rész olyan, akit így nem tudunk beazonosítani, hogy milyen országból van, legalábbis mi ezen adathalmaz alapján. És aztán jöttek, hogy India, Németország, Egyesült Államok, és akkor nyilván a location is így szabad szöveges string. Nekem már ez is meglepetés volt, hogy ennek milyen eloszlása van ennek a dolognak. Az látszik, hogy azért nagyon sok indiai fejlesztő használja a Stack Overflow-t. Amire kíváncsi voltam, hogy hányan használják magyarok. Olyanok, akik kitöltötték a location-t nyilván, és ennek is lehetett egy ilyen eloszlást kérni. Körülbelül olyan 3000 felhasználó volt Magyarországról, aki kitöltötte a location. Persze van, aki csak azt írta be, hogy Hungary volt, aki Budapest Hungary, és akkor nyilván jöttek a vidéki városok, nagyvárosok főleg, illetve Debrecen. Szóval ez volt a magyar felhasználók eloszlása. Egész eddig, amit csináltam, ez gyakorlatilag relációs adatbázissal, vagy akár egy bash scripttel is megmondható lett volna. Tehát itt még nem jött ki, vagy akár SQL-lel, mint második legnépszerűbb 2016-os technológia. Eddig még nem jöttek ki a gráfoknak az erejei, tehát hogy a relációkon keresztül kérdezzünk le. Ezért csináltam egy olyan lekérdezést, ahol már két reláción keresztül tudunk menni. Azt néztük meg, hogy a felhasználók, a magyar felhasználók, akik kitöltötték a location, ők milyen posztokat toltak be, és ezekhez a tegeknek milyen eloszlása volt. Tehát, hogy milyen technológiákat használnak. Nálunk így a magyar minta alapján a Java volt a legnépszerűbb poszttechnológia, tehát ebből is lehet következtetni, hogy igazából itt Magyarországon az ilyen enterprise legacy dolgokba erősek vagyunk. Tehát, hogy pozitív üzenete legyen a dolognak. És hát itt látszik, hogy nálunk az SQL az így nem a második, mint legnépszerűbb, de lehet, hogy azért van ez annyira hátul, mert mindenki tudja már, hogy hogyan kell SQL selectet írni, és nem posztolja be a Stack Overflow-ra. Amit meg akartam még nézni, hogy,
hogy ez is csak egy színplakánt, hogy magyarok hány bejegyzést írtak, itt 52 ezer bejegyzésről van szó, tehát ez már elég jó minta, hogy ezen lehessen nézelődni, és akkor elkezdtem olyanokat nézni, hogy melyek voltak azok a kérdések, amiket magyarok tettek föl, és a legtöbb hozzászólást eredményezték, és akkor ebből a top 25, de ez olyan kicsi betűkkel van írva, de így nagyjából összecseng azzal, amit az előbb mutattam, mert gyakorlatilag az első poszt, annak az volt a neve, hogy a legrosszabb jávás élményeim. Tehát így ez látszik, hogy itt van összefüggés, és a második az pedig ilyen Go programozási nyelvvel kapcsolatos, tehát így ezek generáltak sok posztot. Amit meg lehetett nézni, csináltam egy olyan lekérdezést, hogy ahol magyar posztolt egy posztot, technológiai eloszlás, és magyar volt az a user, aki válaszolt rá. Tehát így azokat a kérdéseket próbáltam megnézni, hogy magyarok által feltett kérdésre hány magyar válaszolt. Tehát így általában ezek jellemzően olyanok, amikor valaki a saját kérdésére válaszol. Tehát így itt is a gós példa jött föl, de itt ilyen kis számok voltak már. Ez csak azért jellemző, vagy azért jó, mert itt egy viszonylag hosszabb lekérdezést lehetett csinálni, ami egy hosszabb bejárást jelentett a gráfba. Amit csináltam még, néztem egy népszerű címkét, ha már Balabit, akkor megnéztem a SysLogNG címkét, és ehhez lekérdeztem azt, most nem látom a kommentet, de mindjárt visszalépek és megmondom, hogy milyen más tagekkel fordul elő a SysLogNG tag. Ugye ez már tök jó, mert lehet ilyen similarity-ket mérni, tehát hogy milyen hasonlóságok vannak egyes technológiák között. Ennek majd később lehet szerepe. Ezt meg kell nyomnom. Igen. És akkor így följött, hogy syslog, logging, Linux, rsyslog és PHP. Ugye ez gyakorlatilag azok a gráfok, amit az elején láttunk, hogy a Stack Overflow felmérésekben is csináltak ilyen technológia családfákat, vagy gráfokat, hogy mik azok, amik így együttesen fordulnak elő. Ez tök jó, mert így gráf alapon mi is meg tudjuk mondani ezeket, hogy amiket posztoltak, azok milyen más hashtaghez kapcsolódnak. Meg lehetett nézni azt, hogy kik voltak azok a legaktívabb felhasználók, akik mondjuk egy adott technológiai taghez válaszoltak. De itt is már ugye úgy kell nézni, hogy a relációk, hogy van egy poszt, az egy parentje egy másik posztnak, és akkor oda válaszolt valaki, és akkor ezeket összesíteni. Na, itt teljesen borul az anonimitás, mert itt gyakorlatilag szerintem van olyan ember a teremben, aki lehet, hogy fölismeri magát. És az is látszik, hogy az adattisztaság nem feltétlenül jó, mert van benne duplikáció. Amit következő lépésbe lehetett csinálni, de ez már egy komolyabb Cypher lekérdezés, ezért van kisebb betűkkel írva. Itt már több lépcsőn keresztül, tehát itt jön ki igazából a gráfoknak az ereje, hogy amikor ilyen akár 6-8, akár hosszabb-hosszúságú utat kell bejárni. Ugye azt tudjuk így a social media világából, hogy gyakorlatilag 5-6 lépésben már így a világon két ember összeköthető, tehát így az ilyen lekérdezéseknél itt tud hatékonyan működni a gráfadatbázis. Itt az volt a lekérés, hogy azok, akik a legtöbb SysLogNG választ adták, azok milyen másik tagekkel jelölt posztokra is válaszoltak még. Na most ez, hogyha relációs adatbázison kellene ezt a kérdést megválaszolni, akkor ez 14 darab join lenne, és az se biztos, hogy az olyan nagyon gyorsan le tudna futni. Így gyakorlatilag ilyen
80 millisekundumos időkön belül visszajött, hogy milyen userek és milyen egyéb technológiák. Ez azért jó, mert meg tudjuk nézni a usereknek a, hát gyakorlatilag így a lábnyomát, amit így bele nyomtak a Stack Overflow-ba, és innentől kezdve tudunk hasonlóságot mérni. Ha tudunk hasonlóságot mérni, akkor gyakorlatilag meg tudjuk keresni a hasonló felhasználókat is, akiknek a viselkedése az hasonló, mint az adott user, akihez hasonlót akarunk keresni. Ugye ez egy ilyen, akár egy ilyen kollaboratív filteringgel, vagy akár tudunk úgy csinálni, hogy ezzel az algoritmussal új technológiákat keresünk magunknak. Illetve amiket még tudunk csinálni, az, hogyha van két userünk, most itt találomra választottam egy Balázs meg egy Ákos nevű felhasználót, hogy a kettők között megkeresem azokat az utakat, amik rendelkezésre állnak, és akkor nyilván ez a gráfadott bázis ez tud vizuális outputot is eredményezni, és így látom, hogy így hány lépcsőn keresztül, és milyen technológiákon, milyen posztokon keresztül van összekötve ez a két user. Tehát innentől kezdve, hogyha én szeretnék mondjuk egy HR super toolt fejleszteni, akkor biztos, hogy behúznám ezt a gráfot is, mint input, és akkor ezt még össze lehetne kötni a GitHub-os kontribúciókkal, és nyilván ott újabb relációkat eredményezve, ez már egy olyan probléma, amire a gráf adatbázisok nagyon jól tudnak választ adni hatékonyan. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, ennyi lett volna, amit én el szerettem volna mondani. Köszönjük szépen, János!